A Pécsi Szülészeti és Nőgyászati Klinika közleményt adott ki arról, e pillanatban a vírusvédelmi előírások betartása mellett a látogatási tilalom ellenére az apukák még bemehetnek gyermekeik születésekor. A Szekszárdi Balassa János Kórház egész területén is látogatási tilalom van, de a szabály itt is érvényben van. Jelenleg az apás szülések lehetősége az megfelelő szigorú kritériumok mellett biztosított. Apás szülésre érkező édesapák is ugye előzetes szűrésen esnek át a kórházba való belépés előtt. Ugye kórházi ruházatot kapnak a bentartózkodáshoz, kórházi védőruházatot, és egy szülő édesanyánál ugye természetesen csak egy személy tartózkodhat bent. Egyelőre nem lehet megmondani, lesz-e olyan helyzet a vírusjárvány miatt, hogy tiltószabályokat kelljen bevezetni, és korlátozni kelljen az apák jelenlétét, mondta a kórház főigazgatója. Ezt a mindenkori aktuális vírushelyzet szerint kell majd szabályozni.